Nagy szükség van, hogy kiemelten foglalkozzunk a családdal, a házassággal. Ezért is fontos a házasság hete programsorozat, mondta Szentbeszédében Császár István egyházmegyei kormányzó február 19-én a házasság hete szombathelyi záró rendezvényén a Székesegyházban. Nagyon sokan meghallották a hívást, és jöttek el, hogy házastársukkal együtt ünnepeljenek ezen a napon. Miért van annyi válás napjainkban? Tette fel a kérdést Szentbeszédében Császár István. Mert a szentségből szerződés, az esküből együttélés, a szabadságból szabadosság lett, fogalmazta meg a választ. Isten terve a házassággal nem a házaspárok személyesen elképzelt boldogság képének megvalósítása, hanem szentség és hivatás, hogy a férjek, feleségek és rajtuk keresztül gyermekeik is a mennybe jussanak. Ez a házasság igazi kihívása. A régiek miatt nem váltak? Azért, mert megjavították ezeket a problémákat, megbeszélték egymással, és a mai világban is igenis szükség lenne arra, hogy beszéljük meg egymással. És ha valakinek rosszabb percei vannak, rosszabb napjai, akkor nem a türelmetlenség, hanem a megértés. Hát meg az ima, tehát megpróbálunk a mindennapokban, amennyire ez összejön az imádság erejével. Türelmesebb legyen a másikkal, illetőleg az, hogy hiába is fárasztó az egész nap, mindig este legyen időnk arra, hogy leüljünk és megbeszéljük, hogy átbeszéljük vagy a gondjainkat, vagy pedig a sérelmeinket, ami úgy ne feküdjünk úgy le, hogy haragban vagyunk egymásra, vagy hogy haragszunk egymásra. A szentmise végén került sor a házastársos játékban részt vettek közös nyeremények kisorsolására. Az idei év meglepetéseként a megjelentek a Székesegyház bronzkapuján vonultak ki a templomból úgy, ahogy azt az esküvőkön is teszik az üldönsült házasok. Az ajtóban egy kosárból papírszívet vehettek magukhoz, rajta megfontolandó gondolatokkal.